egy világsztárt köszönhetünk itt a stúdióban, hiszen Belmondó megérkezett hozzánk, itt van Nyakas Gábor kutyatrénerrel. Szervusz, reggelt kívánok. Jó reggelt. Ugyanis egyre jobb idő van, most azt tapasztaljuk, bár volt múlt héten hó is, tehát nagyon változatos, szeszélyes az időjárás, de azért megyünk majd bele szépen lassan a tavaszba, és elérkezünk oda, hogy az emberek kimennek a szabadba ismételten, vagy egyre többet viszik ki a kutyát, mert azért amúgy is ki kell vinni őket, és ennek vannak veszélyei, vagy olyan dolgok vannak, amelyekre mindenféleképpen érdemes készülni és felhívni az emberek figyelmét. Mik azok, amik a legfontosabbak ezzel kapcsolatban? Hát több aspektust is kiemelnék. Ugye a kullancsok, ez egy nagyon kritikus kérdés, vagy kérdéskör, hiszen sokan azt gondolják, hogy télen nincsenek kullancsok. Hát nem volt egyrészt kemény telünk már ki tudja mióta, de a nagyon kemény télben is tapasztaltam, hogy igenis egy erdős éta után, még hogyha havas is volt a terület, volt kullancs, és a kutyában is találtunk kullancsot, annak ellenére, hogy a megfelelő óvintézkedéseket megtettük, és ez nem csak a kutyára jelent veszélyt, hanem bizony az emberre is, tehát erre nagyon oda kell figyelni. Illetve hát, ahogy mondtad, most kb. Két hétig nagyon jó időt jósolnak az időjósok, és ki fog menni nagyon sok ember nagyon helyesen a kutyájával a szabadba. Nos, azért ezek a kutyák el vannak engedve, és hát azt ne felejtsük el, hogy mindig elmondom nátok is, hogy az ösztön felülír minden tanult viselkedést. Nagyon sokszor hívnak föl, így hétvége tájékán elszaladt a kutya, őz után, nyúl után, mit csináljak. Ugye meg kell tenni a megfelelő óvintézkedést, leginkább pórázon kell tartani a kutyát, ott, ahol pedig el lehet engedni, és biztonságosan el lehet engedni, ott pedig célszerű olyan nyakörvet rajta, egy hámot, ami jól látszik, csak olyan kutyát engedjünk el, ami teljesen kézben tartható, és azért ma már nagyon olcsón beszerezhetők ezek a műholdas GPS nyomkövető, amelyeket kimondottan kutyák nyakörvére gyártanak, és egy telefonon keresztül, egy applikáción keresztül nagyon jól méterpontosan le lehet követni a kutyát, tehát ezt is javaslom mindenkinek. Kullancsokra még visszatérve egy pillanatra, mik azok az óvintézkedéseket, amelyeket mindenféleképpen tegyünk meg akkor, hogy ezt elkerüljük? Nyilván mindenki a saját állatorvosával konzultáljon, rengeteg készítmény van a piacon, ugye kitapasztalja mindenki, hogy a különböző szempontok szerint neki mi vált be a kutyájánál, de nagyon fontos, hogy ha mondjuk pénteken adta be, nem biztos, hogy az már szombaton védettséget fog neki adni, tehát hogy aktívan védett legyen a kutya, de egyébként nagyon jó permeteket lehet kapni, tehát lehet olyan pumpás permetet kapni, amivel amikor kivisszük a kutyát, lefújjuk, akkor azért nagy biztonsággal távol tudjuk tartani tőlük ezeket az élősködőket. Egyébként én tablettás védelmet használok például a kutyámnál, van, aki cseppeket használ, és mikor kiviszem, én mindenképpen még pluszban lefújom a kutyát is, és lefújom saját magamat is, mindig, amikor bemegyek az erdőbe. És az említett műholdas nyomkövető az mindig rajta van a kutyán. Bármennyire is jól képzett a kutyám, nem adom meg neki az esélyt arra, hogy ha elszalad, hogy ne találjam meg. Igen, mert itt ugye fontos az, amit említettél is, hogy az ösztön az felülírja ezeket a betanult gondolatokat, mozdulatokat egy kutyánál is, egy viselkedést. Mennyire jellemző az emberekre, hogy erre is azért odafigyelnek, megkeresnek téged azzal, hogy felkészüljenek az ilyen helyzetekre is, hogy minél inkább a kutyánál leredukálják ennek az esélyét, hogy mondjuk önálló életre kelve elszaladjon. Képzeld el, én erről is csak pozitívan tudok nyilatkozni. Ugye a social media felületeimen, vagy a legismertebb videó megosztón lévő csatornámon én ezeket bemutatom, hogyan használják, mire figyeljenek. Tehát ilyen tök egyszerű dolog, hogyha le van merülve a telefon, akkor fog teljesen lemerülni, amikor ugye kapcsolódik a nyomkövető, azért ez nagyon eszi a telefon akkumulátorát, ez az applikáció. Tehát igenis megkeresnek, miért vegyenek, kérnek márkatanácsot, vízát, nem vízálló, ugye ezek általában teljesen vízállók, valóban úgy működik-e, ahogy kell, és hát nagyon sokan megveszik, de nem tudják használni, segítek abban, hogy hogyan kell ezeket mondjuk használni. De én mindenkit arra biztatok, hogy ne engedj el pórázról a kutyát, tanítson meg automata pórázon, vagy valami hosszú pórázon a kutyát sétálni normálisan, és tényleg csak akkor, hogyha szabályosan el lehet engedni, és olyan területen, ahol relatíve messze van mondjuk közút, hogyha a kutya mégis elszaladna valamilyen vad után, akkor lehetőleg ne tudjon kijutni olyan közútra mondjuk, ahol el tudja ütni egy autó például. Hogy akár lehet velük futni is a kutyákkal. Ez mennyire jellemző, illetve mire kell odafigyelni? Többször látok én is
futó embert kutyával vagy bicikliződ, és akkor meg azért oda kell figyelni a kutya tempójára is, hogy ő mit tud fölvenni az emberrel. Képzeld el, én sokáig azt hittem, hogy ezt mindenki tudja magától is. Már pár éve vannak ilyen speciális néhány alkalmas képzéseim, ahol megtanítom, hogy hogyan kell a kutyával futni, mert mindenki azt hiszi, hogy tud vele futni, és bizony nagy traumatikus balesetek születnek belőle a gazda felé, és a kerékpározás az egy kicsit nehezebb, hiszen ott azért tudni kell a pórász kezelni, féken tartani a kutyát, és meg is kell tanulni a kutyának, hogy közlekedjen biztonságosan a kerékpár mellett, és ami hihetetlen népszerű, tehát mindig hívnak, jelentkeznek, mert rájöttek az emberek, hogy megint csak akár a videóim által, hogy lehet a nagyon-nagyon nagy, erős kutyákat is könnyedén kerékpárral sétáltatni, vagy akár mozgatni, futtatni, és ez nem a canicross, tehát ez ráadásul nem versenyszintű, ez csupán az egyszerű hétköznapi kutyatartóknak szól, mert ezt lehet sportból üzni, ahhoz én nem értek, az egy teljesen más világ lényegében. Nyakas Gábor, köszönöm szépen, belmondónak is természetesen. Köszönöm. És ennyi volt már a napindító, valamint a napindító plusz, de holnap is jövünk, majd kiemelten foglalkozunk mind az oroszokra, mind az izraeli háborúval. Érkezik hozzánk Nógrádi György biztonságpolitikai szakértő, aztán itt lesz majd Kis Raimund és a Matthias Corvinus Collegium diplomáciai műhelyvezetője, foglalkozunk a Szent Évvel is, jön hozzánk dr. Takács Péter egészségügyi államtitkár és dr. Csomai Zita orvos természetgyógyász is, úgyhogy holnap is már 6:50 perckor én itt leszek, jöjjenek önök is, minden jót, addig is viszontlátásra.